Hello, hello! Sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma nem konkrétan egy lecke lesz, de készítsetek elő papírt, meg tollat, vagyis papírt, meg ceruzát, vagy amit akartok, mert ma egy játékot fogunk csinálni. Vagyis pontosabban mondok franciául szavakat, amiket már tanultunk különböző videókban, és ezeket ti le fogjátok rajzolni, én is le fogom rajzolni ezekre a papírokra, és le is írom, és utána megmutatom nektek, hogy milyen szépen rajzolok. Jó? Na, kezdjük. Une montagne. Rajzoljátok. Én is próbálkozom. Nekem ilyen tök színes izéjeim vannak. Szóval lerajzoltam, és majd a végén mutatom meg a rajzokat. Szóval így legalább, ha nem volt időtök lerajzolni, akkor megint végignézhetitek, megint megcsinálhatjátok, és utána a végén megnézhetitek, hogy tulajdonképpen mi volt, jó? Szóval jön a következő szó. Un pou. Szóval csak úgy mondom, hogy nem mindig azt a színet használom, amit kellene tulajdonképpen. Csak úgy körülbelül csinálom a dolgokat. Szóval... Remélem, hogy még emlékeztek arra, hogy ezek mik, amiket mondok, hogy miről beszélünk, amikor ilyen szavakról beszélünk, ez tulajdonképpen arról szól, hogy körülbelül tudjátok, vagyis emlékezzetek, és remélem, hogy fogtok emlékezni. Következő. Egy kicsit mozog az asztal, amelyiken dolgozom, remélem, hogy nem zavaró. Következő szó. Une fraise. Következő szó. Le soleil. Le soleil. Le soleil. Következő szó. Un éléphant.
Ugyanis körülbelül rajzolunk. Nem vagyunk olyan nagyon nagy rajzmesterek. Na jó. Nagyon szépen rajzolok. Következő szó. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Következő, vagyis ez nem egy szó, ez egy dolog, ami volt, ez az un verre d'eau, de majd meglátjátok. Szóval remélem, hogy azért értitek. Következő szó, un citron. Un citron. Un citron. Következő szó, un chat, un chat. Majd nem fogtok nevetni, amikor meglátjátok, hogy hogy rajzoltam a dolgokat. Következő. Une vache. Une vache. Na jó, szóval une vache. Következő szó. Un chien. Un chien. Un chien. Szóval... Thank you.
Szóval megvan mind a 10 szó, és most nézzük meg, hogy miket tanultunk, miket rajzoltunk. Az első szó az volt, hogy une montagne. Kicsit errébb fogok ülni, és itt fogom megmutatni ezen a felén. Szóval, une montagne, az nyilván egy hegy. Remélem, hogy látszik. Une montagne. Ez nem volt nagyon nehéz szerintem. Következő szó az un pou. Un pou. Emlékeztek? Un pou. Egy tetű. Un pou. Szóval így rajzoltam le a tetűt, mivel hát a hajba van, de hát így, ha csak azt rajzoltam volna le, azt a kis izét, ez körülbelül úgy, ja. Un pou. Következő, une fraise. Une fraise. Az egy eper. Une fraise. Utána jön le soleil. Ez nem nagyon látni. Le soleil. A nap. Le soleil. Utána un éléphant. És leírtam alá a, szóval a nőnemű, meg a hímnemű elefántot, mivel az elefánt. Szóval un éléphant az egy hímnemű elefánt. Szép az elefántom, mi? És une éléphante, az egy nőnemű elefánt. Szóval un éléphant, une éléphante. Utána jött a un verre d'eau. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Egy pohár víz. Un verre d'eau. Utána un citron. Un citron. Egy citrom. Un citron. Utána un chat. És így ugyanúgy ide leírtam a hímnemű, nőnemű. Szóval un chat, egy macska, egy cica, un chat, et une chatte, ami mást is jelenthet, de most itt nem fogunk izélni rajta. Szóval un chat, une chatte. Cica. Szép volt a cica, mi? Ez a legszebb szerintem. Készüljetek fel. Une vache. Une vache. Szóval ez lenne egy tehén. Oké. Okay. Nem pontosan úgy néz ki, mint egy tehén, de mondjuk nyaka nincs, de ott vannak a foltok rajta. Szóval une vache, az a nőnemű, és a vásnak a hímneműje, vagyis a férfi tehén, az franciául un taureau. Un taureau. Un taureau. Szóval une vache, un taureau. És az utolsó, un chien. Un chien. Ez egy kutyus akarna lenni. Szóval ez a hímnemű, ez meg a nőnemű, une chienne. Une chienne. Un chien, une chienne. Ennyi volt mára is, remélem, hogy tetszett ez a kis játék, és nem sokára találkozunk egy másik videón. Sziasztok!